Köszöntöm nézőinket. Ma olyan emberekkel beszélgetek, akik egy évben kétszer is megünneplik a születésnapjukat. Már is mondom, hogy kik ők: Szalamonov Zsuzsa, a Transzplantációs Alapítvány elnöke, mellette Börcsök Enikő színművésznő, Jászai Mari díjas érdemes művész és a Halhatatlanok Társaságának tagja, és a másik oldalamon pedig Gyurkó Alexandra, az aranylány, majd ki fog derülni, hogy miért is aranylány ő. Ugye azzal kezdtem, vagy azzal folytassuk inkább, hogy Szandi az aranylány. És ezt én azért mondom, mert te a közelmúltban jöttél haza Argentínából, és sok-sok érmet hoztál. Milyeneket, és mi vettél részt? Argentínában volt idén a 20. szervát ültetettek világjátéka, és a magyar csapatot képviselhettem, úgyhogy így a 31 sportoló között én is ott lehettem, és én úszok már 10 éve, és 2 arany, 2 ezüst és 2 bronzot nyertem. Ez igen, gratulálok. És ilyenkor, amikor én ilyesmit hallok, akkor mindig azon gondolkodom, hogy vajon miért nem tapsol a média egy kicsit jobban nektek, Zsuzsa, hát hiszen ugye te vagy az alapítvány elnöke. Szóval, hogy jó, az egészséges olimpikonoknak odafigyelünk az eredményeire, miért nem verjük egy kicsit a tamtam dobot, hogy tessék itt a máját ültetett Szandi, akinek ilyen eredményei vannak? Azt gondolom, hogy sem a média, sem a laikus emberek igazából nem értékelik annyira azt az eredményt, amit a szervát ültetettek érnek el, pedig nagyon-nagyon kemény munkával és nagyon jó eredményeket érnek el. Tehát sok versenyzőnknek a sporteredménye az egészségesek között is megállná a helyét. Tehát Szandi például az egészséges úszókkal együtt edz Ajkán, és a legtöbb sportolónk az egészségesekkel együtt edz, versenyeznek is. Valahogy nem tudom, a paralimpia résztvevői sokkal inkább a középpontban vannak, sokkal többet tudósítanak róla, mint a szervát ültetettek sportjáról. De most nem szólhatok idén egy szót sem, mert idén még aránylag voltunk a Királyi TV-ben, a Hír TV-ben, a RTL klubban, tehát azért pár TV-ben megjelent ez a nagyszerű hír, és az online felületeken mindenhol. Jobban kell lobbizni nektek az alapítványnak. Nem? Hát nem nekem, igazság szerint, mert a Magyar Szervát Ültetettek Szövetsége, aki a sportolók, aki a sportot tulajdonképpen a kezében tartja, és a sportolókat, az edzését és a versenyeztetését intézi. Én besegítek, amennyire tudok. Azzal kezdtem, hogy olyan vendégeim vannak ma, akiknek legalább 2 születésnapjuk van. Mert ugye az egyik az, amikor tényleg születtetek, a másik meg, amikor megkaptátok azt a szervet, ami nektek segített abban, hogy életben maradjatok. Na most, akkor megyünk itt szépen sorba. Ugye, Zsuzsa, neked új vesét van. Igen. Mióta? 1994. december 26. Úgyhogy ez a 21. éve a vesémnek, most már nagykorú. És a születésnapod mikor van egyébként? Július. Tehát én fél évente ünneplek. De majdnem azt mondtam, hogy de jó neked, nem tudom, hogy ez így helytálló-e. Én abszolút úgy érzem. Megjelent egy könyvünk 2003-ban, Esély az életre címmel, amiben 31 szervát ültetett, különböző szervet kapott ember írja le a kis történetét, és én írom a bevezetőt, és abban azt is írom, hogy nagyon jó, hogy trapi lettem. Mi a transzplantátok úgy hívjuk magunkat, trapi. Trapi, na hát ezt még nem hallottam, ezt a rövidítést. Ez valószínűleg onnan jön, hogy olaszul a transzplantát, az trapianti. Aha. És ebből valahogy sokat voltunk az olaszokkal együtt a versenyeken, és sokat hallottuk, és szerintem onnan származhat. Tehát egyszerűbb kimondani, mint az, hogy transzplantált vagy szervát ültetett. Enikő, te szintén vesát ültetett vagy, és hogyha jól tudom, akkor nem is egyszer, hanem kétszer. Igen, egyszer 97-ben, és utána pedig 2003-ban. Hát akkor már 3 születésnapod is van ezek szerint. Hát nem, az elsőt azt ugye, nem is tudom, hogy ez milyen hónapra esett, ugye, mert ez végülis nem maradt meg csak másfél évig. Uh-huh. De hát ennek most már 13. éve, ennek a másodiknak. Hogy vagy? Most éppen hogy Kiválóan, vagy? Kiválóan, köszönöm. És ugye nyilván ez egy ilyen
laikus kérdés lesz, tehát ugye az ember fölteszi, hogy mennyire befolyásolja a te életedet. Mert te azért mégiscsak egy színésznő vagy. Te minden nap, amikor kínálsz a színpadon a bőrödet, meg a testedet, meg a lelkedet viszed a vására, szóval befolyásol téged az bármilyen szempontból, hogy te beszállt ültetett vagy? Egyáltalán nem. Semmiben? Soha sehol? Nem. Tehát, hogy soha nem voltak ennek olyan testi jelei, fogalmam hát, sincs. Csak amitől... akkor, most már nyilván, amióta kaptam vesét, nem, ugye az már utána az ember teljes életet él, akkor befolyásolja a mindennapjaidat, amikor vársz a vesére és dialízisre jársz, akkor persze nehéz. Egyrészt, hogy gépen fekszel órákig, és az időd nagy részét a kórházban töltött, tehát mondjuk akkor is végig dolgoztam, de azért az egy nehezebb helyzet. És akkor is színpadon álltál, amikor dialízisre jártál? Természetesen igen. És forgatott. Meg filmet forgattam, meg mindent. De hát nyilván az valahogy hozzásegített ahhoz, hogy ne keseredjek el, hogy ne legyek depressziós, ne gondoljam, hogy ó, én szerencsétlen, hanem azt gondoltam, hogy minél többet dolgozom, talán annál jobban túllépek ezen a problémán. És aztán, meg hát azt gondoltam, hogy ez csak egy átmeneti állapot, majd csak elmúlik egyszer. És akkor elmúlt? Hát annyira megoldódott, hogy kaptam egy új vesét, és akkor nem kellett. Most már nem kell járnom. Egyébként ezt mindig meg akartam kérdezni, hogy milyen az a veseriadó, mert ugye ti ezt tudjátok, hogy az ember ott van becsomagolva, és akkor várja, hogy reggel, délbe, este, hajnalba, bármikor éjszaka rád telefonálnak, hogy most gyere, mert ültetjük át a vesét, vagy ez hogy történik? Hát nekem ugye mindenkinek van egy ilyen, vagy nem tudom, mátmázott a máshogy van, de akkor még nem volt ilyen nagy mobiltelefon őrület, mint most, és volt egy csipogónk, egy ilyen kis készülék, amit megkaptunk. És akkor minden este, amikor előadásom volt, én ezt mindig odaadtam az ügyelőnek. Hogyha szól, akkor nekem mennem kell. És azt nem mondta, hogy előadás közben szólt? Nem. Nem előadás közben, de nyilván akkor is megvárták volna, hogy vége legyen. Nem előadás közben, én éppen dialízisen voltam, és onnan vittek a kórházba. Csak hát ugye mindent akkor le kellett mondani, az összes előadásomat, a próbákat, hogy én most ma este már nem megyek. És akkor sorozatos beugrások, meg, de hát akkor ezzel az ember nem törődik meg. Hát úgy örültek a színházba is, hogy végül is mindent megoldottak. Hogy végre? Hát, hogy végre, igen. És milyen volt az, amikor szembe kellett nézned azzal, hogy oltári nagy várakozás után végre abba hagyod a dialízist, és megvan a veséd, és akkor egyszer csak ez a vese azt mondja, hogy szevasz, és kilöküldik. Hát tulajdonképpen nem nagyon emlékszem már rá. Ja, hogy olyan régen volt? Hát 97-ben nem volt olyan nagyon régen, ugye másfél-két évig ment, de szerencsém van, hogy azért a negatív dolgokat általában kitörli az agyam. Az jó. Tehát, hogy az nem maradt meg bennem, hogy hát nem volt kellemes, mert ugye az ember kezdhette előről, és 3 évig kellett újra dialízisre járni, és azért az hosszú idő. Ugye persze van, aki sokkal tovább jár, de nekem az nagyon hosszú időnek tűnt. De úgy nem emlékszem, hogy olyan borzasztó nagy lelki teher lett volna akkor, hogy most ez nem jó. Valahogy én hittem abban, hogy ez egy átmeneti dolog, majd ez meg fog valahogyan oldódni. Egyébként bennetek, ezt tőled is kérdezem, Zsuzsa, bennetek volt valaha, hogy kíváncsi vagyok én arra, hogy én ezt a vesét, ami végül is az életet adja nekem, kitől kaptam, hogy az milyen ember lehetett, hogy megkeresni őt, vagy a családját, hogy mit szeretett, mit utált, hogy nézett ki. Szóval, hogy volt valaha ilyen vágy bennetek, vagy ezt övezzetitok? Én 94-ben kaptam, és 93-ban kezdtek el dializálni. És minden betegtársam azt mondta, hogy ó, hát mi már 8 éve várunk, 10 éve várunk. Tehát én nem voltam összecsomagolva, én annyira biztos voltam abban, hogy hát itt egy jó pár éve el fog telni. És nem volt telefonunk, és nem volt mobilom se, és nem volt ilyen csipogóm se. És édesanyámnak volt szomúnyaktörése, és hazakértem a kórházból, mentővel hazahozattam, hogy karácsonykor legyen velünk. És 27-ére rendeltem a mentőt, hogy visszavigye a kórházba. És 26-án
A lányom Amerikába tanult az egyetemen, és hazajött karácsonyra, előző nap, karácsony előtti nap. És 26-án reggel 7:30 csöngetnek a kapun, kiszólok, hogy ki az, még a többiek feküdtek, mondtak. És mondták, hogy a mentők. És mondtad, hát, hogy nem most arra hívtad. Hát mondtam, hogy tehát holnapra kértem, hogy jöjjenek, mondták, hogy nem tudja, hogy mit rendeltem, kinek rendeltem, Szalamanovnénak riadója van. És engem annyira sokkosan ért, én olyan váratlan volt, és nem voltam felkészülve rá, hogy kértem, hogy várjanak, míg a zuhany alá állok, és felöltözöm. És bőgtem a zuhany alatt, erre emlékszem, és nem tudtam, hogy én most menjek, ne menjek. Hát engem még csak másfél éve dializáltak, hát ez nem szokás, hogy ilyen gyorsan kapjon valaki. És akkor lezuhanyoztam, és aztán úgy döntöttem, hogy majd a sorsa, hogy akarja, mert már ketten bent voltak. Ugye akkor még az volt, hogy három embert hívtam be. És aki a legjobb, akinek a legjobban megfelel, az lesz. Semmit nem vittem magammal, se leleteket, se papucsot, se háló, semmit. Úgy így mentem be. És akkor olyan fél kettő körül mondták, hogy hát a vizsgálatok azt mutatják, hogy nekem a legjobb. És akkor még az volt, hogy megmondták, nem mondták meg a nevét, de azt, hogy egy 41 éves férfi és agyvérzésben halt meg. És én többet nem is akartam. És nem akartál többet? Nem. És én azt gondolom, ez az én vesém. Nem miattam halt meg ez az ember, mert azt szokták gondolsz mondani, hogy most rá, borzasztó, Zsuzsa, időnként, vagy nem? Nem is gondolsz rá? Nem. Uh-huh. Nem. Tehát már hozzátartozik. Igen. Ez az enyém. Amikor március 21-én, a tavasz első napján a szervát ültetettek, kimennek a Fiumei úti temetőbe, ott van egy névtelen donor emlékére egy kopjafa, már 2002 óta, ha jól emlékszem. Te is kimész? És akkor igen, akkor kimegyek. Egy évben egyszer ott vagyunk az ismeretlen donor emlékére. Meghagyjuk a fejünket, és ennyi. Enikő, te hogy viszonyulsz ehhez a dologhoz? Én sem foglalkozom ezzel a kérdéssel. De szerintem ez nem, én nem is hallottam olyat, aki mondjuk utána járt volna, hogy kitől kapta, vagy hogyan. Meg lehet nézni, mert az embert annyit tologatják egyik helyről a másikra, hogy bejutatik egy ilyen tolószékbe, és akkor kap egy dossziét, amit vinni kell a vizsgálatokra. Uh-huh. És akkor ha kinyitod, akkor azt látod, hogy hány éves, meg hogy férfi vagy nő, de semmi mást. Uh-huh. Tehát te is úgy vagy vele, hogy ez a tied? Hát igen, meg hát szerintem ez egy külön lelki teher. Szerintem az senkinek se jó. Tehát sem az elhunyt családjának nem lehet jó. Hát se pedig nekem, mint ahogy a Zsuzsa mondja, én nem tehetek az ő haláláról. Én az orvosoknak vagyok különösen hálás, hogy karácsonykor, éjszaka, mert a szervkivételek mindig éjszaka vannak, uh-huh. többnyire. Ezzel foglalkoztak, tehát nem mondták le. A uh-huh. transzplantációs klinika akkor már teljesítette a tervét, mert 150-re volt tervezve, hogy abban az évben annyi transzplantációt csinálnak, és én a 151. voltam, úgyhogy mindig azt mondom, hogy velem túl teljesítették a tervet. Én ezért nagyon hálás vagyok, hogy azok az orvosok, akik egy agyhalottnak a szerveit nem hagyták elveszni, hanem arra gondoltak még akkor is, hogy segítsenek más embereken, akin még lehet segíteni, és azok az orvosok és nővérek, akik ott voltak karácsony másnapján, és dolgoztak, nekik hálás vagyok nagyon. Szandi, a te helyzeted speciális, ugye, mert ha jól tudom, te anyukától kaptál májat. Igen, 96. augusztusában megszülettem, egészséges kisgyerek voltam, és egy hónapos voltam, amikor kiderült, hogy beteg vagyok, és hát itt nagyon sok procedúra volt, egyik kórházból a másikba jártunk, és végezetül... Erre te nem emlékszel szerencsére. Ez benne a legjobb szerintem, hogy így semmire nem emlékszem, csak amit elmondanak. És 97. május 13-a a második szülinapom, mert ekkor volt a műtétem, és ezt a születésnapomat is ugyanúgy megünneplem, mint az augusztusit. Tehát akkor magyarul te az anyukád májából kaptál egy darabot. Igen. És akkor az szépen anyukádban is helyre jött meg, benned is kialakult. Igen. Ez velem együtt nőtt.
Uh-huh. Azért ez egy olyan jópofa dolog, nem tudom, hogy vagytok vele. Én annyit gondolkoztam rajta, hogy nem tudom, hogy ismertétek-e szegény Fehér János professzort, Isten nyugasztalja, aki szerintem az egyik legnagyobb hepatológus volt Magyarországon. És egyszer egy egészségnapon talán te is ott voltál, Zsuzsa. Pont ő mondta, hogy ugye a máj az egyetlen olyan szervünk, amely képes arra, hogy regenerálódjon, hogy újra kinőjön. És akkor ugye hát ezért lehet darabokat levágni mondjuk anyukád májából, és beültetni beléd, és akkor neked is lesz májad, meg anyukádnak is lesz mája. De hogy milyen jó lenne, hogyha az összes többi szervünk így működne, hogyha adott esetben egy emlőrákos betegnél levágják a mellét, hát akkor kinő a melle, vagy valakinek amputálják a lábát, kinő a lába. Tehát, hogy milyen kár, hogy csak a májunk rendelkezik ezzel a speciális képességgel. És a májtranszplantáltaknak kell a legkisebb dózusú immunszupressziós gyógyszer. Igen, mert a máj az sokkal könnyebben átveszi a beültetett, tehát a donor sejtjeit, vagy... Viszont nagyon nehéz kapni, tehát hogy nehezebben lehet májat kapni, mint vesét. Most már, hogy az Eurotranszplantban vagyunk, könnyebb, ugyanis az volt a probléma, amíg csak Magyarországról lehetett, hogy nagyon sok a magyar májbeteg ember, meg a zsírmájas ember. Tehát hiába volt, azt teszem azt egy évben, 160 donor, amiből ugye 320 vesét lehet transzplantálni, de lehetett volna 160 májat. Nem tudtak, körülbelül 40-45 volt az, akinek megfelelő volt a mája. Igen. Ugye ez most nyilván nem az élő donorra vonatkozott, amit te most mondtál, de hát miért nem lehet elterjeszteni, vagy miért nem lehet jobban kihasználni az élő donációt? Ami ugye történt a Szandi esetében is. Hát rokonai mindenkinek vannak. Kisgyereknél szinte mindenkinél élő donoros a májtranszplantáció. Tehát úgy, mint a Szandinál, nagyon sok kisgyerek, aránylag sok kisgyerek van, akinél születése után kiderül ez a betegség, és náluk a 99%-nak élő donoros májtranszplantáció van. Nagyobbaknál is nagyon gyakran jelentkezik a szülő, vagy hozzátartozó, de ugyanez vonatkozik rájuk is. Hát volt egy olyan kisfiunk, aki több évet várt azért, mert se az édesanyjának, se az édesapának nem volt megfelelő a mája. Az édesanyja lefogyott, mert azt mondták, hogy zsírmája van, így lefogyott, és a mája utána se lett jobb, igen. Szandi, neked milyen volt a gyerekkorod? Te ebből az egészből érzékeltél valamit, hogy neked bármi gond van a májaddal? Vagy volt? Vagy nem is tudom, hogy kell kérdezni? Nem, én ugyanúgy jártam óvodába, most is ugyanúgy járok iskolában. Nem voltál beteges kisgyerek? Nem volt rám jellemző. Jó, hát ha kint szaladgáltam és megizzadtam, akkor utána mindig beteg voltam, de az öcsém többször beteg, mint én. Tehát így, ahogy felnőttünk. Egyáltalán jelentett ez neked valamit, hogy te egy májtranszplantált vagy? Volt valami, amiből te ezt tudomásul kellett, azon túl, hogy nyilván óvtak téged a szüleid, mint a hímes tojást? Annyira nem, hogy még csak nem óvták? Nem is óvtak? Ugyanúgy nevelik, mint a test. Nem, hát jó, nyilván annyiban más volt, hogy de ez a mai napig megvan, hogyha a házi állatainkat simogatjuk, akkor utána kétszer kell kezet mosni, meg úgy fertőtlenítés, meg ilyenek, de egyébként úgy semmiben nem érzem azt, hogy transzplantált lennék. Jó, tény, hogy kicsit hamarabb elfáradok edzéseken, mint a többiek. Én nem virgonckodok az öltözőben, míg a kis fiatalabbak, meg ott rihegnek, röhögnek. Én... Mondja ő, hány éves vagy? Mondja a kis fiatalabbak. Hát az ilyen 9, 10, 11, én 19. Rettenetes kor, igen. Igen? Úgyhogy igazából én így nem nagyon érzem ennek a dolognak a lényeg. Tehát, hogy így, oké, értem, mert 3 havonta kontrollra kell járni ide Pestre, de úgy ezen kívül másban nem. És soha nincs semmi baj, hál' Istennek. Szerencsére nincs. És hogy kaptál rá pont az úszás ízére? Tehát, hogy miért pont azt választottad, hogy te ilyen aranyesős úszóbajnok leszel? Szalamonov Zsuzsának. Zsuzsának köszönhetjük, mert a szervátültetett gyerekeknek 2004 óta minden évben van egy nyári tábora, és ott egy ilyen délelőtti program volt az úszás,
És akkor mondta, hogy hát menjünk úszni. És hát most 8 éves voltam akkor, hát most úszni jó, oké, menjünk. És akkor utána mondta, hogy érdemesebb ezzel komolyabban foglalkozni, mert hogy vannak ezek a nemzetközi versenyek. Te egy úszóedző vagy? Tehát, hogy így rögtön láttad a tehetséget a Szandiba? Nem, én magam is úszom, jó, és jó, versenyeztem is. Én is, pár éve hagytam csak abban. És akkor ránéztél, és gondoltad, és hogy... láttam, hogy nagyon ügyes, szereti a vizet, jól úszik, és két testnevelő tanár úszásoktatást végzett, mai napig minden délelőtt úszásoktatás van a táborban a gyerekeknek. Az egyikük a két oktató közül szintén transzplantált, kétszeres transzplantált a Szendi Jani. És láttuk, hogy a Szandinak nagyon jó a vízfekvése, nagyon ügyesen úszik, úgyhogy már a második évben már részt vett az Európa játékon. 2005-ben kezdtem úszni, és 2006-ban voltam Pécsen az Európa játékon. 2007-ben meg már Bangkokba vittük a világjátékra. Az igen. És ott milyen eredményt értél el Bangkokban? 5 aranyérmet nyertem. Bagatella, de... Imádták, olyan, mert alig volt szőke, hogy ott a Bangkokban, Szandi, a szőkeségében. Jó, hogy nem voltak ott szőkék. Nem, meg igazából én kis cuki voltam, és így mindenki szeretett, úgyhogy... Ami most is olyan kis cuki volt. De... most már inkább nagyobb. Enikő, én azt borzasztó nagy dolognak tartom, hogy akárhány ilyen program van, nemzeti verseprogramtól bármi, te mint hogyha ha ennek a verseátültetésnek, vagy ennek a transzplantációnak az arca lennél. Tehát, hogy te azt mindig vállalod, hogy veled ez megtörtént. Miközben én azért úgy gondolom, hogy Magyarországon ez még nem egy evidencia, pláne közismert emberek számára, pláne olyanoknak, akik a színpadon állnak. Tehát hogy nem szívesen rukkolnak ezzel elő. Mi az, ami téged abban motivál, hogy te azt mondd, hogy igen, velem ez történt, tessék? Hát azért el kellett tenni egy pár évnek, hogy az ember ezt felfogja, és el kellett jönni annak az időnek, hogy azt érezzem én, hogy erről muszáj beszélni. Azért az éveken át azért a Zsuzsa mindig kért erre. És az akkor első, voltak évek, amikor nemet mondtál? Igen, az első időkben mondtam, hogy nem annyira szeretném, mert mivel, hogy igen korán történt velem a pályám kezdetén, nem szerettem volna, hogy erről ismerjenek meg az emberek, vagy hogy ez úgy befolyásolja a pályámat, hogy valamit esetleg nem tudok megcsinálni, nem kapok annyi munkát, mert szervát ültetett vagyok, vagy azt mondják, hogy ó, hát erre a feladatra nem képes, mert beteg vagy. Tehát nem szerettem volna, hogy tudjanak róla. Tehát ezt most már igen sok éve nem így van, mert már dolgoztam annyi félét, és már csináltam annyi mindent, hogy azt gondolom, hogy most már épp itt volt az ideje, hogy én is tegyek valamit másokért. És hát egyre többet veszek részt mindenféle programon, meg hát amit lehet, azt segítek mindenben. Volt olyan helyzet a színházban, a színpadon, amikor visszavetett téged az, vagy amikor egy szerepet nem tudtál úgy megformálni, ahogy a betegséged miatt, vagy pedig... Volt. Volt? Igen. Hát a kezdetekkor, amikor még nem kaptam vesét, de már beteg voltam, akkor volt egy... Amikor dialízise jártál? Még dialízise sem. Volt egy olyan 7-8 év, jobban mondva, amikor az én betegségemet diagnosztizálták, akkor azt mondták, hogy 8 év múlva, 7-8 év múlva ez a vese le fog állni, ki fog löködni, és nekem dialízisre kell majd járnom. És addig gyógyszeres kezelés alatt álltam, amíg gyakorlatilag le nem állt teljesen. És akkor azért ott voltak olyan időszakok, amikor az embernek hirtelen megváltozik az arca. Egyik napról a másikra bedagad a szemed, bedagad a lábad, nem tudsz. Tehát gyakorlatilag eltorzul az arcod reggelre. Tele van vízzel, és hát igen sokszor kellett úgy színpadra lépnem, hogy piszkosul küzdelmes volt úgy kiállni, hogy vajon mit fognak mondani, hogy fognak rám nézni. Ráadásul Rómeó és Júliába Júliát játszottam, és hát borzasztó érzés volt. Azt gondoltam, kimegyek, és le tudtad küzdeni? Le, de nagyon, nagyon fájdalmas érzés volt. Hát végül is azt gondoltam, hogy kimegyek, és megdobálnak, és azt mondják, hogy erre osztották a Júliát, hát szebbet nem találtak. Tehát, hogy olyan annyira nehéz volt ezt
átjátszani tulajdonképpen, hogy mégsem mondhatom le az előadást, mert 1000 ember van ott. Hát ha most így kell kiállnom, akkor így, akkor most így lesz. Tehát azért volt egy-két olyan időszak, még a kezdetén, tehát mondjuk 20 éve, 90-es évek elején. De utána hát ez szerencsére nem sokszor fordult elő, úgyhogy valahogy megszokja az ember, vagy nem tudom, beletörődik, hogy megtanulja, igen, hogy ez van. Zsuzsa, téged feltételezem, hogy abban, hogy te egy ilyen transzplantációs alapítványt működtes, vagy ennek légy a motorja, hát az befolyásolt, hogy ugye megvan az egyéni motivációd neked is, tehát hogy te is vesz átültetett vagy. De hát mikor döbbentél rá arra, hogy hát akkor neked az az utad, hogy neked segíteni kell azoknak, akikkel ez történt, vagy ez történik? Hát nem én döbbentem rá, hanem felkértek, az úgy volt, hogy 94 decemberben transzplantáltak, és 95-ben találtam meg azt az egyesületet, ami összefogta a transzplantáltakat, kulturális rendezvényeket szervezett, ez a Magyar Transzplantáltak Kulturális és Sport Egyesülete. És akkor mindjárt jött a Mille Centenárium 96-ban, és ők szerveztek egy 10 napos nagyon jó rendezvényt Tiszaújvárosba, és oda mentem először közéjük. És ott voltak külföldiek is, ez egy nemzetközi rendezvény volt, és én kicsit beszélek ilyen nyelvet is, olyan nyelvet is, és akkor tudtam segíteni, tolmácsoltam. És akkor egyszer csak az elnök, ennek az egyesületnek az elnöke, a Székely György megszólított, hogy hát nem vállalnám el az alapítványnak a vezetését, mert ők alapították az alapítványt, és hát éppen felmondanak az alapítvány elnökének, mert kiderültek különböző disznóságok. És akkor mondtam, hogy hát fogalmam nincs, egy alapítvány mit csinál, vagy az alapítvány elnöke. Tehát akkor te éppen mivel foglalkoztál, vagy mit csináltál? Én rokkant nyugdíjas voltam akkor, és előtte egyébként 25 évig egy külkertvállalatnál voltam üzletkötő, aztán osztályvezető. Tehát ahhoz, hogy tárgyaljak, hogy kapcsolat teremtésehez jól értettem, tehát halványgőzöm nem volt. Akkor azért az alapítványok még nem voltak olyan nagyon ismertek, hogy mit csinál egy alapítvány, mi a dolga egy elnöknek. És akkor egy olyan fél év múlva elkezdtem oda járni, néztem, hogy miről van szó, átnéztem a papírokat, és egy fél év múlva elvállaltam, úgyhogy most már lassan 20 éve csinálom ezt. Mire vagy a legbüszkébb, amit mondjuk az alapítványotok letett az asztalra? Hát egyrészt a gyerekek hát egyrészt, hogy itt ilyen emberek vannak itt melletted, igen, mint az Enikő meg a Szandi. Tehát ugye ez a nyári tábor, ami indult 2004-ben, ez egy nagyon jó sikerült valami, és további ilyen gyerekeknek és a családjuknak szervezünk programokat, mert mi azt mondjuk, hogy nem csak a beteg gyereknek kell a rehabilitáció, illetve nem beteg, mert a transzplantált az már nem beteg, ez egy állapot, de nem betegség, hanem az egészséges testvérnek és a szülőknek van leginkább szüksége erre. És akkor egyre több segítő, önkéntes segítő jött ebbe a csapatba, így az Enikő és az Enikő férje is a csapatunk tagja már, és hát az önkéntes segítőknek a legnagyobb része szintén vagy transzplantált, vagy donor, a gyerekének a donorja, és körülbelül a 30% olyan, aki nem transzplantált, de valahogy kapcsolódik a transzplantáltakhoz. Én azt gondolom, hogy ez talán a legnagyobb dolog, ez a gyerekekkel és a családjukkal való foglalkozás, és a másik az ismeretterjesztés, aminek az egyik következménye az, hogy 2005-ben rádöbbentem arra, hogy nagyon alacsony Magyarországon az élő donoros transzplantáció. Akkor csináltunk egy felmérést, volt egy kazetta, egy DVD, amit minden dializált betegnek elküldtünk, hogy nézze meg az élő donoros transzplantációról való tudnivalókat. És utána egy felmérést készítettünk, és rádöbbentünk arra, hogy féltik a hozzátartozójukat. A legtöbben, akik családba élnek, nem is a családjukkal nézték meg a filmet.
És akkor 2010-ben elkezdtünk egy ilyen roadshow-t, ami évente 5-6 alkalommal tartunk vasárnaponként a dializáltaknak, vesebetegeknek és a hozzátartozóiknak egy fórumot, és hát azóta több mint a duplájára emelkedett az élő donoros transzplantációk száma. Akkor tudtok elérni olyan eredményt, ami fontos. Enikő, te önkéntes segítőként mit csinálsz? Hát mindent, ami adódik. Pölödő. Hát például ugye rengeteg program van egyszerre, az egész délelőtt és a délután is mindenféle programokat biztosítunk, attól függően, hogy kinek mihez van kedve. Nekem a verseket tanulunk, van egy ilyen kis színjátszó csoport, attól függően éppen hányan jönnek, kis jeleneteket vagy versek tanítok nekik, van ki mit tud. Uh-huh. Aztán a szülőkkel szoktunk ilyen divatbemutatót csinálni, akkor kifestem őket, most az idén volt sminktanfolyam. Mert profi módon már tudsz sminkelni? Tavaly is volt már. Igen. Igen. Igen? Tehát, hogy megtanultad? Hát, hogy meg, ezt... hát az ember megtanulja ilyen hosszú évek alatt azért megtanulja. És akkor ez úgy tetszett nekik, ezt úgy szerették, és akkor már az idén ezt csináltuk, hogy egymást is ki tudják sminkelni, hogy megtanuljanak. Ugye azért nagyon fontos dolog, hogy az anyukák nagy része annyira aggódik a gyermekéért, és az egész életét azt teszi ki, hogy a gyereket hordja orvostól orvosig, ellenőrzésre, kontrollra, jaj, hogy lesz jobban, mi lesz, hogy gyakorlatilag elfelejtkezik magáról. Hogy ő, mint nő, azért az is egy nagyon fontos dolog, hogy ő azért egy szép fiatal nő például, vagy ha idősebb, akkor is. Tehát mindig a gyerek a központi probléma, és sok egyrészt a kapcsolatok is van, hogy tönkre mennek emiatt, másrészt pedig az önbecsülésük, uh-huh. a szülők, a nőknek az önbecsülése. Tehát akkor te az elvesztett nőiségük megtalálásában akarsz segíteni. Igen, és ez egy olyan vidám program, ezt nagyon szeretjük. És aztán kész vannak, akkor felvonulnak, hol a kisgyermekükkel, hol egyedül, és akkor az egész, az összes tábor lakó. Mit hoztál magaddal, Zsuzsa, mert valamit hoztál, oda nyúltál már. Igen. Igen. És az idén egy táncot is tanítottunk egy kedves kollégánkkal, aki sajnos elment közülünk azóta, egy önkéntes kollégával, aki szintén szervát ütetett volt, keringőzni tanítottuk a házas párokat. Mm. És azt délutánunként csináltuk, és abból szintén volt a záron egy bemutató, és ezt nagyon, nagyon élvezték, úgyhogy jövőre folytatjuk ezt a tánc. Szóval szeretett csinálni is. Ezeket? Nagyon. Aha. Nagyon. A párom pedig rajzol velük, fest. Aha. A gyerekekkel, és most, amit a kezébe tart, és Zsuzsa, gondolom, azért is vett el, hogy ezt megmutatjuk. Igen, amire még büszke vagyok, ez a könyvünk, ez a Csodamadár könyv, amit a Boldizsár Ildikó meseterapeuta állított össze. Hát egy terápiás könyv tulajdonképpen, de ezt így nem mondjuk, hogy terápiás. A szervát ültetetteknek szól. Bátor gyerekeknek, igen, az a címe, hogy mesebátor gyerekeknek. Ez bármilyen gyereknek, akik valamilyen nagyon nagy nehézséggel mentek, hát ez lehet akár egy daganatos betegség. Daganatos is lehet, bármi. Hát nekik van a bátor táborok is, igen. És csodálatos illusztrációk vannak benne, amiket a Enikőnek a férje készített illusztrációkat. És ezt a könyvet most júniusban jelent meg. A norvég civil alap támogatásával készítettük el, és hát 10. éves az újságunk. Hoztál, igen. Igen, 10. éves, és most a 10. évben ennek a hatására, hogy Csudamadár a könyv, ez az egyik mesének a címe, az újságunknak is. Az újságunknak ez is lett, ez lesz. Igen, ez rendszeresen megjelenő újság. És jó cím egyébként, figyelemfelkeltő. Igen, mert a mi gyerekeink mind csudamadarak. Az vagy, Szandi? Csudamadár vagy? Egyébként ugye mondod, hogy nem nagyon éreztél ebből a betegségből semmit, tehát hogy
hogy te nem a témájaddal élsz, ugye gyerekkorodban ebből nem nagyon éreztél semmit. Hogyan kezeltek az osztálytársaid? Volt valaha bármiféle megkülönböztetésben részed, vagy pedig ez egy teljesen normális, idézőjelbe tett hétköznapi élet volt? Általános iskolában nem különösebben, most középiskolában, főleg idén, hogy most hazajöttem Argentínából. Most nézzétek ott a világbajnok, úgyhogy így ez így jól esik, szóval, hogy ugyanúgy ők is elismernek. Én jobban szeretem a középiskolai osztályomat, mint az általános iskolait, mert így egy összetartó közösség vagyunk, úgyhogy... Ott mi volt a baj az általános iskolában? Hát ott így szanaszét voltunk, tehát ott így nem volt ez az összetartás. Most sokkal inkább megvan. És mennyire kellett megdolgoznod ezért az aranyért? Mert egyébként ez így nagyon jól hangzik, de hát hogy mi van mögötte, mi van benne? Először is 10 év munkája. 10 év? 10 év, igen, ez volt a 10. évem. Másrészt ilyen heti 4-5-6 edzés, ezek ilyen 2,5-2 órásak. Tehát azt gyakorlatilag minden héten, négyszer, hány napot? Négyszer, attól függ, néha 6-szor. És versenyek. Versenyek, igen, és tényleg rengeteg idő, meg energia, és szorgalom. De imádod. Igen, igen, úgyhogy mindig van, ami motiváljon, és ez olyan jó érzés. Szüleid hogy fogadják? Könnyen rá engedték, hogy te rálépj erre az útra? Tehát, hogy nem volt aggódás, hogy jaj, most a kis Szandi naponta edzeni kell neki, és ez milyen kemény dolog? Eleinte volt, de aztán igazából ők ráteráltak erre az útra, és onnantól én már magamtól csinálom ezt az egészet. Szóval nyáron is nagyon sokszor volt úgy, hogy szombaton, most ahelyett, hogy otthon filmeznék, vagy ilyesmi, felszálltam a buszra, elmentem úszni, végeztem, és akkor mentem haza, de mondjuk a testvérem, az öcsémnek rengeteget köszönhetek, mert nagyon sokszor lelkesen kísért, és segített, támogatott, úgyhogy így jól esett mindig, hogy nem voltam egyedül. Tehát akkor ezt beépítetted az életedbe teljesen, az úszást. Igen, igen, igen. Most múlt héten pénteken voltam az edzőmnél, beszéltem vele, hogy akkor hogyan tovább. És hogyan tovább? Hát most 3 hétig pihenőn vagyok, és szeptember 28-án megkezdem a 11. évem. Mármint, hogy úszóként, úszóversenyzőként. És igen. Még egyet hogy mondjak el, hogy a Szandi az iskolában hát is nagyon sokat, Szandit, igen. Nagyon sokat hozzájárul ahhoz, hogy tudjanak az iskolatársai, a tanárok arról, hogy mi az a szervátültetés, mi a szervdonáció. Múlt évben minden iskolának van ilyen iskolanapja, diáknapja, amire pályázni lehetett, hogy ki rendezi, és a Szandiék osztálya nyerte meg a rendezési jogát, és az egyik pontja volt ennek a napnak, hogy meghívtak, és előadást tartottam ilyen diákoknak, kifejezetten filmmel illusztrált előadást a szervdonációról, transzplantációról, és nagyon, nagyon élvezték, nagyon jó kérdéseket tettek fel, hát ezt rendszeresen járunk iskolákba egyébként, mert azt gondolom, hogy ez fontos már akár általános iskolába is tudni, hogy mi az a szervdonáció, szervtranszplantáció. Na most ugye arról, hogy előttetek meg, hogy tiétek a világ, arról már beszéltünk, hiszen Szandi ugye ugyanúgy úszik és versenyez, mint egy egészséges, és hozza az érmeket, te ott állsz a színpadon, te egy szervezett motorjaként millió dolgot csinálsz, de és ez ugye azt bizonyítja a számomra, hogy hát abszolút ugyanúgy éltek, mint az egészségesek, tehát hogy nincsen semmi különbség. De vannak-e olyan megkötések, amit például nektek az egészségetek érdekében, az életmódotokban, vagy az életvezetésetekben másképpen kell csinálni. Tehát, hogy akár diéta, akár nem dohányzom, akár nem tudom. Tehát én most csak így kérdezgetek. Neked van valami, Enikő? Hát, amiről azt mondod, hogy ezt nem, mert ez nem jó az én vesémnek. Nem megyek bele hideg vízbe. Semmiképpen megvárom, míg 28 fokos lesz a Balaton, és csak utána. Tehát ez az egy. Mert felfázol. Én mondjuk például az úszást azért hagytam abba, úsztam én is egy ideig, mert annyira hideg volt a víz, hogy sehogyan se tudtam belekönyörögni magam. De ez egyébként nem megkötés. De várjál, de ezt azért csináltad, mert ez nem volt jó neked, vagy nem azért, mert jó. A veséddel baj lesz, ha... Nem, nekem az a képzetem, hogy a hideg vízben meg fog fázni. Ja, értem. Meg fog fázni, és akkor bajom lesz, és ez valahogy így bennem van. Ez az egy, amire vigyázok, hogy ne fázzak fel, és ne fázzak meg.
vagy hát nyilván, hogyha valami vírus van, akkor, vagy influenza, vagy ilyesmi, akkor most már annyira megtanulták is a kedves kollégáim, hogy akkor így távolból. Hát igen, vagy felhívnak telefonon, hogy vigyek szájkendőt, vagy akkor nem kell mennem próbára két napig, ha mondjuk lázas valaki, előadás ettől függetlenül menni kell, de, de legalább azt a részt megpróbálják kiküszöbölni, hogy én ilyen fertőző betegséget ne kapjak el, vagy ne legyen magas lázam. De az előadáson nyilván nem tudsz maszkot viselni. Hát akkor nem. Akkor benne van a pakliba, hogy nem lehet kikerülni, de... Volt már ilyen, hogy valakitől, akiről tudtad, hogy beteg persze, vagy, és volt. Elkaptad. Igen, de akkor senki nem ússza meg. Tehát akkor mind a 45-en betegek leszünk egy-két hét leforgása alatt, és akkor mindenki végig megy. És akkor téged ez ugyanannyira visel meg, sem jobban, sem kevésbé, mint azt, akinek... Hát ezért egy kicsit jobban aggódom, hogy a láz miatt, ugye, hogy ne legyek lázas, mert azt mondták, hogy, ugye, hogy a láz az nekünk nem tesz jót, mert esetleg kilökődhet a vese. Tehát ma már olyan klassz gyógyszerek vannak, hogy talán ezt is ki lehet küszöbölni valahogy. De úgy különösebb ilyen megszorítás nincsen, hogy arra kell figyelni, amit... hogy a gyógyszereket bevegyük. Így van, hogy azt így az ember és akkor be is, ezt ugye életetek végéig szedni kell, tehát a gyógyszert azt nem tudod abba hagyni. Ami a kilökődést akadályozza meg, tehát ezeket az immunszupresszív. Ezt neked is kell szedni, Szandi? Igen, ugyanúgy, naponta kétszer. És a te májad hogy bírja a hideg vizet? Májam szereti a hideg vizet, úgyhogy meg én is szeretem, úgyhogy meleg vízben nem jó edzeni. De idén például a 22 fokos Balaton átúszáson elindultam, mert mondom, én ezt meg akarom csinálni. Én erre készültem, úgyhogy a hatodik haszakad én megcsinálom. És át is úsztad? Át, két órán belül. És az edzésnél hány fokos vízben úszol? Hát medence víz, ilyen 26-28, hát az meleg, tehát az úgy nem olyan gázos. És más egyéb egészségügy, például dohányoztok? Én dohányzom, igen. Ezt nem mondod komolyan? De. Pedig, keményen! Jézusom! Dohányzom. Pedig azt tudod, hogy... Hát ez nem olyan szörnyűség ez, hogy Jézusom. Hát, hogy azt mondják a veséseknek, hogy lehet, hogy én rosszul láttam, hogy azt tanácsolják annak, akinek hát új vesélye van, hogy nem, igen. Hogy ne. Tehát most egy hideg... próbált már leszokni róla. Próbáltam, de... Aha. Szekerül. Nyáron egész jó. Mikor nincs annyi stressz, akkor jó. Tehát akkor sokáig bírom. Nélküle? Igen. Nem hetekig, de mondjuk akkor napokat kibírok, hogy esetleg csak egyet szívok el, vagy eszembe se jut. Akkor nyilván én is többet úszom, akkor az ember nem kívánja, hogyha sportol. De amikor így beindul a színházi szezon, akkor azért nehezebb megállni. És ott szerintem mindenki dohányzik, nem? Hát nagyon sokan. Sokan, bár nehézem mondjuk dicséret illeti azokat, akik nem, mert mostanában azért egyre többen kezdenek leszokni. És te mikor szoktál rá? Is. 18 évesen, 19. És akkor egyáltalán nem zavartak közben a vese ügyeit, tehát hogy folyamatosan megmaradt a dohányzás? Hát amikor az ember sokáig kórházban van, akkor azért nem dohányzik, mert rosszul van és nem is jut eszébe. Tehát azért voltak hetek, hónapok, hogy nem dohányoztam. De amikor egy kicsit jobban voltam, akkor már alig vártam, hogy rágyújtsak. És ez valahogy nem elég erős bennem még az elhatározás, hogy én most leteszem. De hát majd egyszer csak biztos megérik bennem ez is. Hála Istennek nincsen bajod tőle, hát ez azért jó, nem? Igen, de tudom, hogy ártalmas mindenkinek. De hát csak majd, azért mondtam, hogy Jézusom, mert hát ugye neked különösen, hát ugye... Majd neked... egyszer csak valahogy eljön az idő, hogy... Amikor nagyon megijedt. Hogy igen, igen. Egyébként olvastam, biztos találkoztál te is vele valami ilyen szörnyű szenzáció hajhás szalagcímet pont rólad, hogy a Bőrcsök Enikő a harmadik vese átültetés előtt. Jaj, ne is említ. Hát tudom. De említem, mert szörnyű volt. És hát, hogy nem, hogy... az volt a címe, hogy harmadszor kaphat. Ja, kaphat, igen. Harmadszor igen, valami, kaphat vese. Ez a harmadik. Úgy gondolom, meg is kérdezem, hogy most ezzel, hogy állsz. Csak ne küldjél el sehova. Nem kapok harmadszor, nem most teljesen jó, csak valahogyan félreértette ez, ez az újságíró. Mert hogy tulajdonképpen elméletileg harmadszor, negyedszer kérdezni, hogy van ennek a
szegény vesének valamilyen lejárati határideje? Tehát, hogy az úgy van, hogy te, neked hány éve van új vesét, Zsuzsa? 21. Tehát akkor ez Széke Gyurinak 36 évig. Tehát akkor ez nem így van, hogy kapsz egy vesét, akkor hogy 10 év múlva újra kell, és nem. Új vesét kell átültetni. Nem így van. Vannak extrém esetek, mint például a Zsuzsa néniéé, meg van pont a Gyurié, vagy egy másik önkéntes társunk. Neki is 30 évig volt, és éppen most vár egy új vesére. Mert hogy akkor mégiscsak van egy ilyen lejárati ideje ennek az a vesének? Az átlag életkora állítólag, legalábbis ahogy mi tanultuk, vagy ezeken a fórumokon elhangzik, az átlag életkora az olyan 13-14 év. Uh-huh. Élő donoros vese átültetésnél egy kicsit több és jobbak az esélyek. De ez az átlag. Hát akkor tiéd nagyon jó vese, Zsuzsa. Biztos. Azt mondják, hogy egyébként nőnek a férfitől kapott vese az a jobb. Már a tiéd férfi. Enyém férfi volt. A tiéd, Erikő? Enyém is férfi. Tiéd is férfi. Igen. Aha. És én azt hiszem, hogy nagyon sok múlik a gondolkozáson is. Tehát az, hogy az ember... Tehát én nem gondolkozom azon, hogy most kilökődik, vagy mikor áll le, vagy nem. Hát most... Jó, élek vele, jól vagyok. Ha leáll, akkor majd kapok egy következőt. Tehát nem szorongok, nem ugyanúgy élem az életemet, mint bárki más. Akinek szívinfarktusa volt, az se szorongjon, hogy mikor jön a következő, mert bárkire. Persze. Bárkire jöhet. Sőt, a következő nem kell szívi. Olyan ember legyél, akinek már volt egyszer, igen. Vagy legyen. Tehát igen. Ezeknek a dolgoknak valóban nem kell behívni, vagy nem kell előhívni. Én azt mondom, nagyon sokat számít a pozitív gondolkozás. Hát azért ebben nekem szerencsém van, hogy így gondolkozom. Hát igen, azt látom, hogy Szandi is egy ilyen pozitív gondolkodású ember. Én nagyon. De hát figyelj, ennyi éremmel a tarsolomba én se lennék, más maradjunk annyiban. Hát hogy azért neked az utad így eleve ki van jelölve, hát neked ez nagyon megy. Szeretem is csinálni, és amíg megteltem, addig biztos, hogy csinálni fogom. Még érkezik az a háttéri támogatás, mert ebben is rengeteg munka van szülök részéről is, uh-huh. Úgyhogy hát ez a most edzésre mentem, majd jövök, úgyhogy így, igen. De azt gondolom, hogy a rengeteg munka mellett rengeteg öröm. Igen, igen, hát annyira boldog voltam, amikor megnyertem, tehát így kevés olyan öröm van, ami ennél is nagyobb, úgyhogy. És ez nagyon jó példa a kicsikre, tehát most már van a Szandinak utánpótlása is, már vannak ilyen 11-12 uh-huh. éves gyerek, akinek Szandi a példaképe, uh-huh. Akkor már kisebb van, aki most kezd majd elúszni, mert a Szandi, úgyhogy nagyon jó hatással van. Azért Zsuzsa, te nagyon értesz ahhoz, hogy ilyen remek embereket összeszedjél például, meg hogy magad köré, mint a Szandi meg a Zenikő, nem? Hát, ők jönnek. Jó. Egyébként ugye az számomra teljesen nyilvánvaló, hogy ti abszolút teljes életet éltek mind a hárman, tehát hogy olyan butaság lenne különbséget tenni, hogy most akkor idézőjelbetéve, azért mondom mindig azt, hogy idézőjelbetéve egészséges, mert soha nem tudhatjuk, hogy kiben mi lakozik, de hogy mondjuk egy egészséges ember, meg egy vese átültetett, vagy máj átültetett, egy transzplantált között, ha ő úgy áll hozzá az élethez, akkor az ég ott a világon semmi különbség nincsen. Tehát azért ti ezt nekem fényesen igazoljátok, mert te is a maximum, amit a pályátod elértél, hát itt mindenféle elismeréseket bezsebeltél. Talán annyiban lehet, hogy mások vagyunk, hogy én úgy érzem, hogy sokkal több bennünk az empátia mások iránt. Ami nem egy elhanyagolható dolog. Sokkal több, és ez nyilván attól van, hogy az ember a betegségétől olyanokat tapasztal meg, amitől a figyelme az, hogy úgy mondjam, gondoskodóbb figyelemmel van mások felé. Nem megy el csak úgy valaki mellett, aki összeesik az utcán, vagy ha valaki rosszul van, akkor az ember odaszalad, és biztos, hogy nem fogja ott hagyni, mert már annyi példát látott, és már annyi kedves embert vesztettünk el magunk körül, vagy magunk közül, és olyan emberi sorsokat láttunk a hosszú évek alatt, hogy én úgy érzem, hogy empatikusabbak vagyunk mások iránt. Én közben kapom már a jeleket, és ez azt jelenti, hogy bár én még nagyon jól elbeszélgetnék veletek, de hát közeledünk a műsor végéhez. Mit üzentek azoknak, akik néztek minket, Zsuzsa?
akár baráti tanács, akár életvezetési, akár nem tudom. Elég gyakran hallom sajnos, hogy valaki vesebeteg és fél a transzplantációtól, hogy semmi esetre se féljen. Tehát én elismerem, hogy ma már nagyon sokkal jobb művese kezelés van, mint volt 20 évvel ezelőtt, de hát azért mégiscsak más szervát ültetettként élni, mint vesebetegen művese kezeléssel, és találkoztam nem egy fiatal, életerős nővel, fiúval, aki nem akarta a transzplantációt, ne butáskodjon, vágjon bele, akarja. Enikő. Hát igen, ehhez kapcsolódva, hogy akik így félnek ettől, azokat talán megerősíthetik a családtagjaik, főleg akkor, hogyha ennek az élő donoros kérdésnek utána néznek, mert az élő donoroknak, akik szervet adnak, ezek az élő donoroknak az átlag életkora az sokkal hosszabb, mint a sima embereké, akik nem adnak szervet. De érdekes. Tehát ezt is ugye ezeken a fórumokon elhangzik, hogy egy élő donor a statisztikák szerint 10-15 évvel tovább él, mint egy bármilyen másik ember. Az majd egy másik adás témája lesz, hogy miért, mert ezt a kérdést nyilván föl lehet tenni. De hát nyilván nyugodtan lehet vesét adni, hiszen egy vesével is lehet élni, és májat is nyugodtan lehet, mert az meg kinő. Te mit üzensz, Andi? Mindenki fogadja el a sorsát, és éljen azzal a lehetőségekkel, amit a sors utána ad neki. Szóval például, hogyha valaki beteg lesz, akkor van lehetősége előbb a dialízisre, majd utána a szervátültetésre, akkor éljen vele, és használja. És csinálja végig, és hozza ki belőle a maximumot. Igen. Én nagyon szépen köszönöm, hogy Szalamonov Zsuzsa, Börcsök Enikő és Gyurkó Alexandra itt volt velünk. Én tulajdonképpen Enikő gondolatára tenném a hangsúlyt, és azt mondanám el, talán ennek a műsornak a tanulságaként, ha egyáltalán érdemes tanulságot levonni, hogy nagyon fontos az, hogy empatikusak legyünk, hogy odafigyeljünk a másikra. Nyilván nem csak, és idézőjelbe teszem a csakot a transzplantáltak esetében, hanem hogy mi egészségesek is odafigyeljünk egymásra. Nagyon szépen köszönöm, hogyha velünk tartottak, találkozunk egy hét múlva. Viszontlátásra!